Elhunyt Göröcs János, az Újpest legendás labdarúgója. A válogatottal 1960-ban olimpiai bronzérmet szerzett, 2 évvel később pedig Chilében a világbajnoki 5. helyig jutott. A kiváló sportember 80 éves volt. Tisztelői és barátai a Megyeri úti Szusza Ferenc stadionnál gyertyagyújtással emlékeztek az újpesti futballlegendára, Göröcs Jánosra, vagy ahogyan mindenki ismerte, Titire. A sportember 1956-ban mutatkozott be a Vasas Izzó MB2-es csapatában, majd az újpesti Dózsába igazolt, ahol 15 esztendőt töltött. Ez idő alatt 5 magyar bajnoki és 2 kupa győzelmet könyvelhetett el. Az 1961-62-es kekkiírásban az elődöntőig jutott, és a sorozat gól királya lett. Alapvető fontosságú, hogy egy olyan képességgel rendelkezzen a sportoló, mint amivel Görös Titi rendelkezik. Ha mai példákat szeretnék ilyen irányító szerepben, akkor Lionel Messit hoznám példaként. Tehát egy zseni a pályán, és a pályán kívül pedig ember. Görös Titi ez a kettő volt együtt, és ezért lett 80 éves korára mindenki Titi bácsia, és ezért lett, azt gondolom, Újpest díszpolgára, ezért lett Budapest díszpolgára, és ezért lett számtalan emberbarátja. A Városházán is felvonták a gyászlobogót a kiváló sportoló tiszteletére. Göröcs János a főváros mellett Újpestnek is díszpolgára volt. A helyiek számtalan emléket őriznek róla. A Görösnek a játékában az volt olyan csodálatos, hogy nagyon nagy testcsereket tudott csinálni, tehát a labdakezelése, a játék stílusa, és ami nagyon megfogott, olyan hosszú labdákat tudott adni a szélsőknek, hogy nem, ahogy leesett a labda, nem elpattant tőle, hanem így megállt, és így függőlegesen fölpattant. Gyerekkorom óta nézem mindig. Egy olyan tündéri játékos volt, hogy mindenki mondta, hogy a labdát kéri, akkor elé adta, nem mögé, hanem hátra mögé, erre. Gyönyörű játékos volt, nem igaz. Göröcs Jánost a főváros és a 4. kerületi önkormányzat mellett a Magyar Labdarúgó Szövetség és az UTE is saját halottjának tartja.